Hozam című gazdasági magazinunkat látják, köszöntöm nézőinket. Bemutatták az oktatói minősítési rendszer egy részét, amely lehetőséget teremt a tanárok munkájának elismerésére. Erre országos szinten 35 milliárd forint plusz anyagi forrás ad lehetőséget. Többek között erről is beszélt Pölöskei Gáborné, szakképzésért felelős helyettes államtitkár országjáró körútja során Szekszárdon. Az értekezleten a tanintézmények igazgatóinak lehetőségük volt feltenni kérdéseiket, amelyekre most már gyakorlati, az új szakképzési törvény végrehajtási rendeletében foglalt válaszokat kaptak. Készülnek jövő heti vizsgájukra a Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképzőiskola asztalosnak tanuló növendékei. Az elméleti és gyakorlati oktatásukban is változás történik szeptembertől. Február elején jelent meg az új szakképzési törvény végrehajtási rendelete. Ennek gyakorlati részéről tartott előadást iskolaigazgatóknak Pölöskei Gáborné, a szakképzésért felelős helyettes államtitkár országjáró körútja során Szekszárdon. Kiemelte, nagyobb fokú szervezettséget visznek a szakképzés rendszerébe. A kancellár, az igazgató és az igazgató helyettesek feladatait is sikerült nagyon jól elválasztani a helyettes államtitkár szerint. Az igazgatók nagyobb szakmai szabadságot kapnak, amibe azonban nem tartozik bele a képzés szerkezetének meghatározása. Ez a kancellárok feladata lesz. Gyakorlatilag a szakmai részét az iskolák viszik, ők felelnek az iskolának a jó működéséért, hogy pontosan a szakma helyén legyen, de hogy milyen képzési szerkezet legyen, és egyéb más forrásban, működésbe jól működjenek, azért viszont a centrum fog felelni. Gyakorlatilag a képzési szerkezet kialakítása az azért fontos, hogy egységes legyen, mert a centrum az, amelyik menedzseli a térségnek a szakképzését, és így a képzések összehangolhatók lesznek. Így a párhuzamos képzések kevésbé valósulnak meg, így egy forráskoncentrációval jelentősebb fejlesztéseket tudunk majd csinálni. Úgyhogy szervezettséget viszünk a rendszerbe, reméljük, hogy nagyobb fokkal. És egy munkaértekezlet az, ami előtt állunk. Munkaértekezlet lényege az, hogy a leglényegesebb irányokat, mit miért csinálunk, megbeszéljük. A megbeszélés az valóban így van, hogy kérdésfelelek formában is legyen, tehát feltegyék azokat a kérdéseket, ami foglalkoztatja őket, és reméljük, hogy ez az operatív kapcsolatfelvétel, illetve kérdés-válasz, az a munkájukat igen jelentősen fogja segíteni, hiszen fel kell készülni a szeptemberre, igazából most már a szeptemberre való felkészülést kezdtük ezzel így el. A duális képzés pedig erősödni fog, mivel a tanulók az elméleti ágazati képzést követően tudnak szakosodni, és több időt eltölteni a vállalkozásoknál, ahol megtanulják a választott szakma gyakorlati részét. Ilyen lehetőség van a paksi Gemenc Autóháznál, ahol másfél éve új e-learning elektronikus tanulás segítő programot vezettek be. A tanulók így a szakma legújabb részeit tudják először elektronikusan elsajátítani, majd rögtön gyakorlatba is ültetni. A legaktuálisabb, legkorszerűbb tananyagokkal tudjuk bővíteni, változtatni a mi képzési rendszerünkben lévő ismeretanyagot, tudásanyagot, és ezt a tanulóink is nagy szeretettel fogadják, és tényleg élvezik ennek a korszerű oktatásnak az előnyeit. Nem kell nagyon, nézd csak, figyelj, nézd csak mekkora. Épp ahogy mondtam, épp ahogy. Tetszik ez az elektronikus maga, tehát hogy létesítették ezt az egész folyamatot, hogy kitaláltak egy programot, és hogy lehet csinálgatni elektronikusan is. Megmondom, hogy szintén otthon is csinálom nagyon szívesen. Hogy valóban jobban összefonódik az iskola és a vállalatnak a kapcsolata, és a tanulóknak nem is ösztöndíjakról beszélünk már a továbbiakban, majd hogyha duális képzésbe kikerülnek, hanem munkaszerződést köt velük a vállalat. Ez alapján a vállalat, miután munkaszerződés, ő fogja kiválasztani a tanulókat, de csak azokat a tanulókat, akiket felkészítünk már, hogy ők azzal az ágazati kompetenciával rendelkeznek. Hiszen változik a képzésnek a szerkezete. A technikusi képzés az első két év az ágazatról szól, tehát itt még nem választ szakmát, és akkor, amikor szakmát választ, ez gyakorlatilag a vállalatokkal közösen történik, hiszen a vállalatok elmondják, hogy neki milyen szakmára van szükség, és így egymásra fognak találni. Vagyis valóban keresletvezérelté tesszük a képzést. Ez igaz a szakképző iskolák esetében is, amikor egy éves ez az ágazati képzés.
Az ágazati képzésnél például tanulnak munkavédelmet, és még sok minden más olyat, hogy megismerjék, hogy milyen szakmák vannak az ágazatban. Ami azt gondolom, hogy fontos ahhoz, hogyha valóban termelő tevékenység, környezetbe oktatjuk tovább őket, a gyerekeknek mindenről már ismeretekkel kell rendelkezni. Másrészt meg azt hiszem, hogy a megalapozottabb lesz majd a szakmáknak a választásának a választása is, hiszen akkor már tudja, hogy milyen szakmák tartoznak az ágazathoz. Bemutatták az oktatói minősítési rendszert, amely lehetőséget teremt a tanárok munkájának elismerésére. Országos szinten 35 milliárd forint plusz anyagi forrásból tudják ezt megtenni. Készítettünk, és ezt most bemutatjuk a tanároknak, egyelőre a vezetőknek, azt a oktatói minősítési rendszernek egy lábát, amely lehetőséget teremt arra, hogy maga a bért valamilyen minőséghez kössük. Különbözően dolgoznak a tantestületekben a tanárok, mint minden munkahelyen. Különböző minőségi munkát végeznek. Azt gondoljuk, hogy ezt meg kell fizetni. Erre most lehetőség lesz ezzel a bérrendeléssel, hiszen 35 milliárd forint plusz jön be a rendszerbe. Ennek a felosztásánál mindenképpen praktikus kihasználni azt, hogy már egy minősített rendszerben történik ennek a szétosztása. A munkatörvénykönyv előír egy kötelező pótszabadsági rendszert, ami korhoz kötött. És nekünk ez egy fontos dolog, hiszen aki például egy 45 éves oktató esetében, így 5 nappal nem kevesebb, hanem több szabadsága lesz, mint a KJT rendszerben. Miért? Mert hogyha az oktatási minősítési rendszerhez mindezt hozzákötjük, azt gondoljuk, hogy az oktatóknak a feltöltődése, a regenerációja fontosabb, fontos, hogy ne égjenek ki, ehhez több szabadságot kell adni. Mi ezt most biztosítjuk. A cél az, hogy a szakképzés vonzóbb legyen. A diákok minőségi oktatást kapjanak, megújult tartalommal és módszertannal. 191 főt sikerült bevonni a Tamási Dombóvár foglalkoztatási paktum projekt során. A 2017-ben kezdődő és ebben az évben záródó program során több mint 100 hátrányos helyzetű álláskereső vagy inaktív személy jutott így álláshoz. Hangzott el a Tamási Dombóvár foglalkoztatási paktum záró rendezvényén. Azt mutatja, hogy bizony egyre kevesebb munkavállalási korú képesség van, és egyre kevesebben dolgoznak összességében. Mátyás Tibor Attila, szakügyintéző mutatta be a foglalkoztatási paktum projekt Tamási és Dombóvár kistérségre vonatkozó eredményeit. Bemutatójában elmondta, 12 településről összesen 191 fő tudtak bevonni a projektbe. Ebből 102 fő támogatás révén munkába is állt. Ezekkel az eredményekkel a kitűzött cél 131%-osan teljesült. A tervezett értéket, vagyis 145 fő bevonását így túlteljesítették. A foglalkoztatási paktum egy együttműködés, amelynek keretében a munkaerőpiac szereplői összehangolják tevékenységeiket. Így a munkaadók és a munkaerőt képző intézmények közösen dolgoznak azon, hogy a helyi gazdaság igényeinek megfelelő magas, szakmai tudással bíró munkaerő álljon rendelkezésre. Felismerve a tényt, hogy magas a munkanélküliek körében az alacsony képzettséggel rendelkezők aránya, a program célja e célcsoport foglalkoztatásának növelése volt. Az együttműködés keretében olyan képzési és foglalkoztatási programok megvalósítására került sor, melyek az elhelyezkedés elősegítéséhez voltak szükségesek. Tulajdonképpen két hasonló helyzetű járás, kistérség, mondhatom, hogy város alkotott konzorciumot a pályázati cél végrehajtás érdekében. A konzorciumnak fontos tagja volt a Tolna megyei kormányhivatal és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, mint munkaerőpiaci szolgáltató. Ez a projekt 2017 elején indult, és ugye most zárul február végén, tehát 3 éven keresztül zajlott folyamatosan. A projekt célcsoportjai a hátrányos helyzetű álláskeresők voltak. Itt az 50 év feletti korosztálytól elkezdve a fiatal álláskeresőkön keresztül a gyesből visszatérőken át nagyon sok hátrányos helyzeti célcsoportot nevezett meg a projekt. A célcsoport pedig másik része, ugye paktum projektről van szó, a mikro, kis és középvállalkozók voltak.
nekik segített, úgy gondolom, hogy segített ez a projekt abban, hogyha a vállalkozásukat bővíteni szeretnék, illetve álláskeresőket kerestek, akkor segített munkához, munkaerőhöz juttatni ezeket a vállalkozásokat. Én azt gondolom, hogy a projekt teljesítette a célkitűzéseket, teljesítettük a vállalásokat. Elsősorban bértámogatás, bérköltségtámogatást kaptak a kis- és középvállalkozók, illetve képzési támogatás és munkaerőpiaci tanácsadáson keresztül valósítottuk meg a paktum céljait. Külön kiemelném a képzési támogatást is, és a tanfolyamokat. Ezek a tanfolyamok tulajdonképpen azoknak a munkavállalóknak szóltak, akik tartósan álláskeresők, és nekik segített elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Volt képzés Tamásiban, volt képzés Dombóváron. A projekt nem csak Tolna megye fejlődését segítette, hanem az érintett településeken élő családokat, vállalkozásokat, dolgozni szándékozó és munkát vállaló embereket is támogatta. Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere szerint ezért is jól illeszkedik a program a kormány gazdaság élénkítő és munkahelyteremtő lépéseihez. Azt gondolom, hogy ez a projekt, amely ma a záró konferenciáján vettünk részt, a hozzáfűzött reményeket a számok alapján beváltotta. Nyilván az utókövetés mentén az elkötő időszak majd alá fogja támasztani, hogy igazán ezek az emberek tartósan maradnak a munkaerőpiacon, meg tudják állni eljüket. Nyilván azt gondolom, és itt elhangzott többször a mai nap folyamán is, hogy optimistának kellik lenni, hiszen a számok azok pozitívak. Ettől függetlenül én továbbra is azt gondolom, hogy racionálisan gondolkodva az életben nem ez a valóság. Ezek az embereknek nagy része végigjárja ezeket a tanfolyamokat, a tanfolyamon jól érzi magát, majd amikor nap mint nap fel kell kelni és el kell menni dolgozni, sajnos a próbaidejeket sem szokták kitölteni. Nyilván továbbra is én azt gondolom, hogy már több mint két évtizedes polgármesteri tapasztalatom alapján, hogy nem a munkáltatóknak kell a munkavállalókhoz alkalmazkodni, és nyilván oda-vissza ez a történet, egy konstruktív együttműködés kell, hogy legyen, és tudomásul kell venni, hogy az elvégzett munkáért jár csak jövedelem, és ez a megszerzett jövedelmünket tudjuk magunk és családunk javára fordítani. Nyilván amíg ez a szemlélet nem lesz általános, és van egy rész, aki ezt nem hajlandó tudomásul venni, addig azt kell, hogy mondom, ezekre a programra tényleg szükség van, és továbbra is csak bizakodhatunk, hogy egyszer eljön majd ez az idő, amikor az emberek újból szeretnek dolgozni, megbecsülik azt a munkát, amiket végeznek, és megbecsülik őket is, és hogy ez egyszerre egy időben teljesül, akkor azt gondolom, hogy abszolút ezek a programok elérték a céljukat, de ettől még pillanatnyilag úgy gondolom messze vagyunk. És azok, akik adott esetben Dombóvárra szeretnek betelepülni, vagy már hosszú éveket ott vannak, hogy bővítenének, hozzának létre új termékeket, ez viszont nem találnak megfelelő szakképzettségű embereket. Nyilván ez a program már abban a szempontból azt gondolom, hogy egy teljesen újszerű volt, hogy a munkáltatók oldaláról közelítette meg, hogy milyen szakemberre van szükségük, és nyilván ezért is mondtam az előző gondolatom elején, hogy nagyon várom, hogy néhány hónap múlva, vagy egy év múlva ténylegesen hány ember állt meg helyét, hány ember jár dolgozni, és nyilván azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a munkáltatók ennek hangot adjanak, hiszen azt gondolom, hogy ennek a történetnek a munkavállalókon túl a munkáltatók is nyertesei lehetnek. A projekt eddigi utánkövetéséből kiderül, hogy január végéig 85 munkavállaló volt, aki legalább 6 hónapja folyamatosan dolgozik a programnak köszönhetően. A foglalkoztatási paktum nyújtotta képzéseket 51-en, a teljes munkaerőpiaci programot 120-an fejezték be sikeresen. A program költségvetéséből a Tolna megyei kormányhivatal által kezelt forrás 182 millió forint volt. Ennek a legnagyobb hányadát támogatásokra fordíthattuk, 163 millió forintot. A program keretein belül a két legfontosabb támogatási elem a bérköltségtámogatás volt, valamint a képzések. A bérköltségtámogatásba 102 fő került bevonásra, az ő támogatásaikhoz 128 millió forintot fizettünk ki. A képzés keretein belül 57 fő került támogatásra, az esetükben 28 millió forintos keretösszeget használtunk fel. Említést érdemel a három fő indikátor, az egyik az, hogy megvalósult a 6 hónapon túli foglalkoztatás. Itt pillanatnyilag egy 85 fős létszámról tudunk beszámolni, de természetesen még vannak kilépések a programból, így még várhatóan ez az indikátor növekedni fog. A sikeres befejezést tekintve pillanatnyilag 120 fő
sikeres kilépéséről beszélhetünk. Ez ugye azt jelenti, hogy a teljes programelemüket megvalósították, tehát úgymond sikeresnek nevezhető a teljes programjuk. Ezek közül 50 fő képzésen vett részt, tehát az arányuk is igen magas az 57 fős belépéshez képest. És akkor a harmadik, talán a legfajsúlyosabb hatásindikátor az pedig az, hogy a 180. napon a programból történő kilépést követően foglalkoztatott-e az ügyfelünk. Ez esetben még viszonylag szerény 29 fős létszámról tudunk beszámolni, hogy foglalkoztatott volt az ügyfél, viszont ez is tovább fog növekedni várhatóan, ugyanis a nyomonkövetések még egy viszonylag feldolgozatlanabb állapotban vannak, tehát még további nyomonkövetéseket végzünk, és így várhatóan ez az indikátor is jelentősen növekedni fog. A Bonyhád járási foglalkoztatási paktum és a Tamási és Dombóvár kistérségre vonatkozó foglalkoztatási paktum eredményei már ismertek. A Tolna megyei foglalkoztatási paktum projekt azonban még tart. Tervek szerint 1051 fő hátrányos helyzetű álláskereső és inaktív személyt vonnak be a foglalkoztatásba. A konzorciumi partnerként a térségfejlesztési Kft-nk az monitoring szerepetés tevékenységet is folytat, itt folytatott a Tamási, Dombóvári, illetve a Bonyhádi térségben. A megyére visszatekintve, ugye a mi paktumunk, a Tolna megyei foglalkoztatási paktum projekt nem zárult le, ennek az zárása az jövő év, tehát 2021. júniusában történik meg. Addig még vannak tennivalóink bőven. Az utolsó mérőszámaink a paktum projekt teljesítéséről az elmúlt év december 31-e, ezek a számok. Ugye a paktum azt célozta meg, hogy a végzésig 1055 főt fog bevonni abból a célcsoportunkból, amit itt máma többen is ecsetelték és elmondták, a tartós munkanélkül, hátrányos helyzetűek, 25 év alattiak, 50 és így tovább. Tehát mi is ezekkel foglalkozunk. Ebben az 1051 főből az elmúlt év december 31-ig közel 750 főt sikerült már bevonni. Ez 69-70%-os teljesítés, ami egyébként magasabb a mostani mérőszámnak az elvárásánál. Ugyanakkor ez a mérőszám is, az a mérőszámunk is jó, ami a 180 napon belüli munkavállalókat, tehát a 6 hónapon túli foglalkoztatásokat is minősíti. Tennivaló van bőven, a bevonások egyébként egyre nehezebben mennek, mert az a célcsoport, akiket megcéloztunk, az egyre nehezebb szociális összetevőjű, tehát egyre nehezebb őket munkába vonni, illetve képzésbe részesíteni. Tőszen is voltak fórumaink, a pályorientációs tevékenység fórumok, akkor a vállalkozói fórumok is mutatták, hogy azért a kezdettől fogva most egy kicsit változott ez a célcsoport elérése, és az a nagy feladat, hogy a gazdasági élet fejlesztése, foglalkoztatás növelése, a prosperáló gazdaság támogatása, ugyanis, ahogy mondtam, ez egyre nehezebb ez a bevonás, és rájöttünk a konzorcium partnereink együtt, akikkel nagyon jól dolgozunk együtt, és itt ezt az alkalmat is szeretném megragadni, hogy a kormányhivatallal, a kereskedelmi iparkamarával együtt, illetve hozzánk csatlakozott a Szekszárdi Szakképzési Centrummal együtt nagyon-nagyon jól visszajelzéseink vannak, tehát öndicséretet nem akarok mondani, de nagyon pozitív visszajelzései van ennek a konzorcium munkának, amit ezen a téren végzünk. Mi ez konkrétan? Ez konkrétan, hogy látjuk, hogy ez a nagy gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási tevékenység most már úgy olyan utánpótlással valósítható meg, ami a fiatalok tovább tanulásával, továbbképzésével lehet biztosítani. Biztosítani, mint azok a megcélzott vállalatcsoportot, ugye, amit a gazdaság motorja, és amit igazából mi is támogatunk, ez a mikro, kis és közepes vállalkozások, ezeknek a munkaerő utánpótlásának biztosítása, a fejlődő gazdaság növekvő igényének kielégítése. Na most ugye nem mindegy, hogy a gyerekek mit választanak, itt is hányszor elhangzott, hogy a szakmaválasztás nagyon perspektívikus, egy egész új életpályát lehet most már a fiataloknak biztosítani jó szakmaválasztásával, hangsúlyozom a jó szakmaválasztásával, tehát a piac igényeinek, ezeknek a felsorolt mikro és kis középvállalkozásoknak az igényeinek megfelelően. A Tolna megyei önkormányzat valamivel több mint 1,2 milliárd forintot nyert el a programra. A precíziós gazdálkodás fontosságáról és a benne rejlő lehetőségekről tartottak szakemberek előadásokat az érdeklődőknek a NAK által szervezett mini akadémián.
Nehéz hatékonyan gazdálkodni a szélsőséges időjárási viszonyok között. A precíziós gazdálkodás létjogosultságát éppen ez adja, hiszen a különböző hasznos adatok és módszerek segítenek a hatékony és környezetkímélő talajművelésben, a kórokozók elleni védekezésben és a növény fajtájának kiválasztásában is. Hangzott el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei szervezete által megrendezett precíziós mini akadémián. De mit is jelent ez a fogalom? Ez egy igen összetett tevékenységet takar, ami során a termelő helyspecifikus információk alapján műveli a földjét. Adatokat gyűjt a talajról, a munkafolyamatokról, valamint a hozamokról, és ezeket hasznosítja is a következő időszakokban. A különböző beavatkozásokat is ezek alapján végzi el. Mindezek megvalósításához pedig fejlett infokommunikációs technológiát alkalmaz, hiszen a precíziós mezőgazdaság műszaki informatikai szempontból alapvetően termőhely specifikus, adott helyre vonatkozó információ gyűjtésére és kezelésére épül. Ahhoz, hogy rentábilis termelést tudjunk folytatni, nagyon fontos nemzetgazdasági vagy világgazdasági érdek is az, hogy kellő mennyiségű és megfelelő minőségű élelmiszer alapanyag állítódjon elő, akár takarmányfronton, akár közvetlen emberi fogyasztásra, és ahhoz, hogy a népesség növekedést valamilyen szinten lehessen, nyomon lehessen követni termékkel, alapanyaggal, élelmiszer kínálattal, ahhoz szükség van ilyen beavatkozásokra. A jövőre nézve azt gondolom, igen, a jelenben nehezebb, mert egy óriási árok tátong a lehetőségek és az ígéretek között. Ez az árok, amiből az az űr, ami keletkezett, ez leginkább az agronómiai kérdéseknek a hiánya, míg a technika az többé-kevésbé teljesen készen áll, sőt azt látszik, hogy maga a technológiai kérdések, az IoT, a szenzorvilág, a robotika, az nagyon el akar érkezni, csak még maga a rendszer nem akar, vagy nem tud feltöltődni adatokkal, illetve hát maga az adatoknak a minőség, amik bekerülhetnek akár még szenzor oldalról is, hogy maga a szenzor adatnak a minősége validált, kalibrált, használható adat lesz-e. Tehát vannak elméletek, amiket le kéne gyártani, és azokat össze kéne hangolni, ez jelenleg nincs meg. A talaj előkészítéséről, a tápanyag gazdálkodásról és a nitrogénről is szó volt a mini akadémián. Ami alapvető a növények számára, hogy a nitrogéntrágyázás, tulajdonképpen a fehérje szintézisnek az alapvegyülete, az alap molekuláit képezi. Ezért gyakorlatilag, hogy megfelelő méretű test föl tudjon épülni, amely képes majd önmagát reprodukálni. Ez ugye egy alapvetés ebben az esetben, és az egyik legnagyobb hatású a termésre, és a mennyiségére és a minőségére legnagyobb hatású tápanyagról beszélünk ebben az esetben. Ráadásul a környezeti megítélése is valamelyest, vagy lényegesen rosszabb mondjuk, mint a foszfor vagy a káliumnak, hiszen sokkal oldékonyabb, illetve a talaj pH és mikrobiológiai élete alapján akár még gázformájában is távozhat a talajból, ami sokkal súlyosabb üvegházhatású gázként jelentkezik, mondjuk, mint a széndioxid, akár több százszorosan súlyosabb gázként, csak erre nem nagyon tudják. Tehát lényegesen jobban oda kell figyelni szakmai szempontból is, és környezetvédelmi szempontból is, mondjuk a nitrogén kérdésekre. A precíziós gazdálkodás nem a drága technikák megvásárlásával kezdődik, hanem a korszerű agrotechnikai ismeretek megszerzésével. Emelte ki vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke. Azért indítottuk el a precíziós mini akadémia rendezvénysorozatunkat, mert meggyőződésem, hogy a precíziós gazdálkodás az nem a drága technikák és drága eszközöknek a használatával, megvásárlásával kezdődik, hanem a korszerű agrotechnikai, agronómiai ismeretekkel. Persze, hogyha valaki komolyan gondolja ezt a gazdálkodási módot, akkor elkerülhetetlenek az eszközbeszerzések is. Mivel a mezőgazdaságban ugye minden mindennel összefügg, úgy gondolom, hogy az például az időjárási viszonyok, a csapadékviszonyok, a talajunknak a fizikai jellemzői, a területünknek a mozaikossága, ugye ez mind hat a talajművelésre. És ami a lényeg, hogy mindennek tulajdonképpen az alapja az az, hogy a
területeinket nagyon-nagyon jól ismerjük, és sok olyan adatot gyűjtsünk össze, amiből aztán a precíziós gazdálkodást meg tudjuk valósítani. És hát ugye ehhez már kellenek a különböző modern technikák, eszközök, berendezések, amivel ezeket a dolgokat meg tudjuk valósítani. Én úgy látom, hogy a rendezvény látogatottsága példája arra, hogy mennyire nyitottak a gazdálkodók. Biztos vagyok benne, hogy igen. Ugye precíziós technikákkal a klímaváltozás ellen is tudunk ez a szélsőséges éghajlati változásokra is tudunk reagálni, mivel hatékonyabban tudunk termelni precíziós módon. A Mini Akadémián Nagy Attila, az Agrárminisztérium főosztályvezetője arról beszélt, hogy a támogatási formák kidolgozásánál figyelembe fogják venni ezeket a szempontokat, és így a precíziós gazdálkodáshoz szükséges eszközök és módszerek jobban elérhetővé válnak majd a gazdák számára. A precíziós gazdálkodást én úgy szoktam fogalmazni, járva az országot, ugye nagyon sok fórumon én magam is előadok és részt veszek, úgy szoktam fogalmazni, hogy eddig sem tiltottuk. Tehát, hogyha valaki ugye figyelemmel kísérte a pályázatainkat, összesen ugye eddig 76 pályázati felhívásunk jelent meg, ebből számos beruházási, összesen 26 beruházási felhívás jelent meg, ahol ugye technológia fejlesztésre, gépbeszerzésre volt lehetőség, ott általában nagyon széles körben támogattuk ezeknek a beszerzését, de ez kétségtelenül nem egy átgondolt, és nem egy precíziós gazdálkodási koncepcióra felépített támogatási rendszer volt, hanem az egyes pályázati felhívásoknak, az egyes ágazatok támogatásánál megengedtük azt, hogy egyébként technológiai fejlesztést is végrehajtsanak. De ezt a szemléletet szeretnénk a következő időszakra egy kicsit úgy orientálni, hogy precíziós gazdálkodás alatt semmiféleképpen sem kizárólag gépbeszerzést szeretnénk érteni, hanem precíziós gazdálkodási módszereket. És ebből minél több inputot kapunk, minél több javaslatot, annál jobban fogunk örülni annak, hogy kidolgozhatjuk azokat a támogatási formákat, amik esetleg célzottan, ténylegesen precíziós gazdálkodás, precíziós gazdálkodási módszerek elterjedését ösztönözhetik. Nagy Attila azzal zárta előadását, hogy az uniós közös agrárpolitika abba az irányba halad, hogy a környezeti szempontokat kell megerősíteni, amikhez hozzá kell rendelni a különböző forrásokat is. Ennyi fért mai magazinunkba, friss gazdasági hírekkel legközelebb újra csütörtökön várjuk Önöket. Viszontlátásra! A műsor támogatói: Szekszárdi Szakképzési Centrum, a szakmád a holnapod. Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara.